Budapesti webkonferencia témája a végbér biológiai programjai. Ha végbérre gondolunk, elsősorban mindenkinek az aranyér jut eszébe. Az aranyérről azt olvastam az interneten, hogy ez a leggyakoribb végbér környéki betegség. A fejlődött országok felnőtt lakosságának körülbelül 50%-a rendelkezik valamilyen fokú aranyeres elváltozással. Tehát ez egy népbetegségnek tekinthető, ez azt jelenti, hogy minden második embert érint. A végbélrákról azt tudjuk, mert egy gyűjtőkategóriába találtam erről csupán információt, hogy a harmadik leggyakoribb rákféleség a világon. A végbél biológiai programjairól fog önöknek beszélni ma este dr. Budai László Károly, orvos-természetgyógyász, vélemterapeuta. Fogadják szeretettel! Szép estét kívánok én is mindenkinek, és hát megcáfolandó a statisztikai adatokat. Én úgy gondolom, hogy mivel a betegségeink kialakulása egy érzelmi megrázkódtatás következtében történik meg, ezért természetesen a kérdés az, hogy hol érzik az emberek magukat, magyarul mondom, annyira szarul, hogy végbélrákot csináljanak maguknak, mert ugye akárhogy is vesszük, a végbél, hát ezekkel az ügyekkel foglalkozik. Ugye az agyunk nem tesz különbséget valóság, álom és illúzió között, tehát a kakis ügyek azok mindig az ürítő rendszert fogják érinteni, és bár volt egy webkonferenciánk már az emésztés, felszívódás és ürítés témájában, de úgy gondoltam, hogy a végbél külön, ugye a csőnek a vége, ez egy elég érdekes ügy, és ezért gondoltam, hogy ezt egy rövidebb formában összefoglaljuk, hogy a lényeget azt mindenképpen lássuk. Nagyon érdekes, Karesz, hogy egyből a közepébe vágtál ennek a témának. Ahogy a kép is mutatja. Ez a kép is sokat elmond magáról. Viszont a végbélről én úgy olvastam az interneten, akadémikus orvoslás szerint, és meg is számoltam, hogy megint egy számadattal tudjam önöket terhelni. 34 féle kockázati tényező járul hozzá, még a frontok is befolyásolják. Még a frontok is. Na jó. Hogy is van ez? Na szóval persze ezek olyan kockázati tényezők, amit statisztikailag összegyűjtöttek, mert ugye nem tudjuk, hogy mi a végbélráknak a valós oka. Legalábbis ezt állítja az akadémikus orvoslás. No de kérem szépen, dr. Dirk Hamer megfejtette számunkra, hogy hogyan működünk, és valójában a betegségek mögött mi áll. És Hamer doktornak hála ez a kérdés teljesen mértékben leegyszerűsödött, sőt, teljesen érthetővé is vált, pontosan azért, mert amint azt az 5 biológiai természettörvényben röviden összefoglalom, Hamer doktor nem, hogy mondjam, filozófiákat gyártott, nem hipotéziseket gyártott, hanem konkrét bizonyítékokat mutat be arra, hogy mindaz, ami a biológiánkban történik, az miért történik úgy. Tehát amiről beszélek, az valóban tudomány. Hamer doktorról annyit illik minden webkonferencián megemlíteni, hogy a felfedezését az élete tragédiájának köszönheti, hiszen a 19 éves fia a karjai közt halt meg, hiába küzdött 111 napon keresztül az életének a megmentéséért, mégis elvesztette a 19 éves fiát, ez 78. december 7-én történt, és 2 hónap múlva heredaganata lett Hamer doktornak. És elgondolkodott azon, hogy az ő heredaganata és a fia elvesztése között valami kapcsolatnak kell lennie, mert addig teljesen egészséges volt. És ez a gondolat indította el a kutatásait, mert amúgy egy tudós emberről van szó, aki nem csak medicinát, hanem teológiát és fizikát is tanult, és már volt előzőleg néhány felfedezése, újítása, és megkapta a jogdíjakat a találmányai után, tehát teljes mértékben tudta biztosítani már családjának a fenntartását, és a szenvedélyének, a hivatásának tudott élni, elmentek családostól Olaszországba, mégpedig Nápolyba, Dél-Olaszországba, hogy ingyen gyógyítsák a szegényeket. A felesége szintén orvos volt. Tehát egy ilyen embernek a tudományáról van szó, és az 5 biológiai természettörvényből az elsőt nem véletlen, hogy Hamer doktor a rák vastörvényének nevezte, hiszen azt kereste, hogy mi a kapcsolat az érzelmi megrázkódtatás és a biológiai válasz között. Tehát rájött, hogy minden olyan váratlan, meglepetésszerű érzelmi megrázkódtatás, ami hát úgy ért minket, mint derültékből a villámcsapás. Váratlanul, meglepetésszerűen, és egy súlyos történetről lévén szó, ez elindítja bennünk a biológiai választ, ha magányosan éljük át, és benne ragadunk a konfliktusba. Ez az érzelmi megrázkódtatás a lélek, agy, szerv közvetítésével fogja elindítani a biológiai választ, vagyis a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével szervi elváltozást indít el. Vagyis szervi elváltozás nem indul el, csak ha van egy lelki megrázkódtatásom, ami váratlanul, meglepetésszerűen súlyosan érintett meg engem. Ugye mindenki tudja, hogy ilyen az életünkben még lesz. Erről nem tehetünk, ezt nem tudjuk kivédeni, de azt, hogy meddig maradunk benne a konfliktusban, ez már csak tőlünk függ, és hogy ezt magányosan élem meg, vagy kibeszélem magamból, ez megint csak tőlem függ. Tehát nem vagyok kiszolgáltatva a váratlan eseményeknek, a lényeg az, hogy még aznap megoldjam, és a megoldás természetesen érzelmi kell legyen, mert ha nem történt érzelmileg valamilyen történetnek az elengedése, akkor természetesen a sinek fognak biztosítani minket arról, hogy újra meg újra ezt a túlélő programot, ahogy Hamer doktor nevezi, értelmes biológiai különprogramot, EBK, hogy ezt újra meg újra lefuttassuk. Most már konfliktusok nélkül, tehát elegendők az emlékeztető körülmények, a sinek, és újra indítjuk az egész történetet. Ez tehát a rák vastörvénye, ami tartalmazza a DHS kritériumokat, vagyis Dirk Hamer szindróma, fiáról nevezte el Hamer doktor, ezt az 5 kritériumot, ezt a feltételrendszert, ami ahhoz szükséges, hogy egyáltalán elinduljon egy értelmes biológiai különprogram. Hamer doktor nem állt meg itt, hanem folytatta a kutatást, és felfedezte a második biológiai természettörvényt, és ide elvezette az a felfedezés is, hogy mindenki számára az egyetlen valóság a saját megélése. Tehát nem az számít, hogy valójában mi történt, hanem az, hogy én azt az adott eseményt hogyan éltem meg. Elmondtam már egy párszor, hogy ha mondjuk 4 férfit kirúgnak a munkahelyéről holnap reggel, és abból az egyik ettől az egész történetől magyarul szólva nagyon szarul fogja érezni magát, akkor vastagbél programot fog elindítani. Annak függvényében, hogy ez az érzés mennyire erős benne, kiderül, hogy a vastagbél leszálló része, a szigma vagy a végbél lesz érintve. Ha nagyon bosszantja a dolog és bosszankodik rajta, akkor nyilván, hogy az emésztő rendszerének magasabb szintjeit érinti, mert a megemészthetetlen bosszúsághoz egy csomó emésztőnedvet kap a szervezetétől, és lesz belőle a gyomorsav túltengéstől egészen a epe hólyag tágulásáig, epe ömlésig egy csomó tünete, kellemetlen tünete, és természetesen, hogy ezek is a megoldási szakaszban majd különböző dolgokat fognak okozni. De legyen a harmadiknak az a konfliktusa azzal szemben, hogy úgy érzi, hogy minden elveszett, kész, vége van, mert nem tudja fizetni tovább a részleteit, a hiteleit. Nos, ez a minden elveszett történet a birtokvesztés konfliktust okozza egy férfi embernél, hiszen számára a munkahely a legfontosabb birtok, és a birtokvesztés viszont a szírtószorú erekre fog hatni, a megfelelő webkonferencia anyagban a következményeket láthatjuk. De mondjuk a negyedik ember amúgy sem élvezte ezt a munkahelyet, és örömmel veszi, hogy na végre holnap ide nem kell bejöjjek, és ha nincs konfliktus, nincs betegség. Pedig mind a 4 embert kirúgták. Tehát Ez a lényeg, hogy megértsük, hogy mindenki számára az egyetlen valóság a saját megélése. Ha beindul a biológiai program, mert a DHS-t azt elszenvedtük, tehát megtörtént a váratlan meglepetésszerű esemény, és benne ragadtunk a konfliktusba, akkor ennek a programnak két szakasza lesz. Lesz egy konfliktus aktív szakasz és egy megoldási szakasz. A konfliktus aktív szakasz, ez a kék színnel jelzett terület, ennek a hossza az időtengelyen attól függ, hogy mennyi ideig vagyok bent a konfliktusban. Az érzésnek az erőssége pedig meghatározza, hogy milyen magasak lesznek ezek az érzelmi hullámok, vagyis összesen mekkora lesz ez a konfliktus tömeg, ami úgymond érzelmileg rázúdul a megfelelő agyi központra, és ennek közvetítésével szervi elváltozás indul be. Amíg az ember egy váratlan esemény után, mondjam úgy, hogy kiakad, addig természetesen, hogy stresszes állapotban lesz, így szoktuk nevezni. Tehát az lesz a megélése, hogy feszült, ideges, nem tud elaludni, ha elalszik, akkor is felébred, és a stresszes állapotnak egy jellemzője, hogy hideg a kezünk, hideg a lábunk. Ezért is jelzi Hamer doktor kék színnel ezt a területet. Aztán, ha megtörténik a megoldás, itt a KM azt jelenti, hogy konfliktus megoldása, akkor beindul a biológiának a helyreállító mechanizmusa. Ne feledjük, hogy már a konfliktus aktív szakaszban a biológia az ő maga módján, biológiailag megpróbál nekünk segíteni a megoldásban. És a megoldásban, amikor ez megtörtént, érzelmileg megoldottam a konfliktust, ez a KM, akkor jön a biológiának a helyretevő mechanizmusa, vagyis beindulnak a gyulladásos folyamatok, amit mi persze már betegségnek nevezünk, holott éppen gyógyulunk. Ezek a fájdalommal, gyulladással járó tünetek mindenki számára ismerősek, akár izületről, akár végbélről legyen szó. A gyulladásos tünetek jellemzője, hogy folyadék gyülemlik be oda, ahol éppen folyik a megoldási szakasz, ugyanúgy folyadék gyülemlik be az agyi központba is, mert a megoldás is lélek-agyszer szintén zajlik, és ezt az egész fájdalmas, duzzat folyamatot az epileptoid krízis szakítja meg, ekkor megszűnik a fejfájás, mert a víz kinyomódik az agyi központokból, a víz kinyomódik a gyulladt területekről, megszűnik a fájdalom, és ezután következik a második része ennek a gyulladásos folyamatnak, amit már hegesedési fázisnak nevezünk. A folyadékürítés történik továbbra, mert ugye több folyadékot ürítünk, mint amennyit megittunk, mert ugye előtte már azt betároltuk, csak a feles folyadékoktól fogunk megszabadulni. Van étvágyunk, de nagyon gyengék, nagyon fáradtak vagyunk, és hogyha itt nem veszítjük el a fonalat, akkor eljutunk a megoldás végéig. Persze természetes, hogy a konfliktus tömeg, amit itt a konfliktus aktív szakaszban megéltünk, ez meg fogja határozni, hogy mennyire lesznek zajosak ezek a tünetek itt a megoldási szakaszban. Ez alatt azt kell érteni, hogy minél hevesebben, intenzívebben értem meg egy konfliktust, és minél tovább maradtam benne, annál hevesebbek lesznek a tüneteink? Igen, pontosan ezt jelenti, és ez a hevesség főleg itt középen az epileptoid krízisben fog megmutatkozni. Miért van erre az epileptoid krízisre egyáltalán szükség? Ha itt érezzük a legrosszabbul magunkat, miért van ez így? Ezt mások is kérdezték, de a teremtő nagyon bölcs volt, hogy ezt ide betette. Tehát most, ha ezt a nyilat én lefele húznám, és itt a legaljára, ahova most mutatok, ha ez a gyulladásos szakasz, amit vagotómiának nevezünk, tehát ha ez ide, egészen ide leérkezne, ezen a ponton megállna a szívünk, a legmélyebb vagotómiába. Pont ettől szabadít meg minket a természet az epileptoid krízisben, újraéljük a konfliktusnak az eseményét, valóság, álom, illúzió az agyam számára ugyanaz, lehet, hogy újra álmodom az egész történetet, és ezután befejeződik maga a gyógyulás, hiszen az első szakaszában a gyógyulásnak az exudatív fázisban. Gyulladásos tünetek megteremtették a környezetét a seb gyógyulásának, és a második szakaszban megtörténik a valós hegesedés. És ez lesz az, ami, ha eljut a végére, akkor gyakorlatilag mondhatjuk, hogy meggyógyultunk. De hát a dolog nem ilyen egyszerű. Mert ugye azért mindenki hallott olyanról, hogy krónikus betegségek. Miért vannak krónikus betegségek? Hát vagy azért, mert meg sem oldottam a konfliktust, és ez itt a grafikus ábrázolása annak, amit szintén Hamer doktor rajzolt. Na most, ha nem oldottam meg egy konfliktust, nyilván akkor benne vagyok ebben a stresszben, ezt a szervezetem nem díjazza, ebbe belehalunk. A policiklikus lefolyás azt jelenti, hogy a megoldás nem érzelmileg, nem lelkileg történt meg, ezért ugyan eljut a program a végére, de ismételten újra kezdődik, és újból lefut az egész, mert sínre kerültünk. Ezért lényeges az érzelmi szintű megoldás, mert akkor elkerülhetjük a recidívákat, ugye, hogy nevezzük a medicinába, a visszatérő dolgokat. Az orvosok szokták is mondani, hogy ne bizakodjon el annyira, mert ez bármikor újra megtörténhet. Ugye milyen nyugodt szívvel hagyjuk el a rendelőt annak tudatában, hogy egy lezajlott folyamat bármikor visszajöhet. Nem kérem szépen, csak tőlünk függ, mégpedig attól, hogy megoldjuk, vagy nem oldjuk meg azt az adott konfliktust érzelmileg. És itt van a függőgyulladásnak a... Függőgyógyulás, igen. Azért függőgyógyulás, mert függőben maradt a gyógyulás, elakadt a gyógyulás, és nem tud befejeződni. Tehát folyamatosak a gyulladásos tünetek. Ide tartoznak a meg nem gyógyuló, hát mit tudom én, legyen itt egy folyamatos végbél körüli probléma. Már az életem 3 éve a fenekem körül forog. Mindig teli vagyok tünetekkel, az a bajom, hogy vagy véres a székletem, vagy gennyes a székletem, vagy olyan szorult a helyzet, hogy alig jön ki belőle makaki, de miért tart 3 éve? Azért, mert még mindig nem zártam le azt a bizonyos ügyet érzelmileg. Erre még vissza tudunk térni, hogy milyen konfliktusok azok, amelyek hatnak a végbélre. Persze ehhez először meg fogjuk ismerni magát a végbelet, hogy miről szól. Hát Hamer doktor is ezt tette, ahhoz, hogy megértse, ahhoz, hogy eljusson oda, hogy miért történik egyes esetekben ez, más esetekben meg az. Ahhoz leásott egészen az embriológiáig, és eljutottunk oda, hogy a megtermékenyítés után kialakul a szedett csíra állapot, majd ez 3 csíralemezzé szerveződik át. Ezt látjuk itt a képnek a bal oldalán, sárga, narancs és piros színekkel ábrázolva. Minden sejtünk, minden szövetünk ebből a 3 csíralemezből fejlődik ki, mint ahogy egy magból kifejlődik egy növény, és ugyanabból a magból lesz ugye a gyökere, a szára, a levele, tehát ugyanebből a 3 csíralemezből lesz nekünk, minden sejtünk, minden szövetünk. A 3 csíralemeznek az elnevezése a belső csíralemez vagy endoderma, a középső csíralemez vagy mezoderma, és a külső csíralemez vagy ektoderma. A 3 csíralemez sejtjei egy bizonyos program szerint működik, és ez a program nem változik. Innentől az is egyértelművé válik, hogy az a sejt, ami az endodermában keletkezett, az nem fog már születésünk után csíralemezt váltani, hisz már nincs is mit váltson, mert nincs csíralemez, ugye? Nem fog csíralemezt váltani, és nem fog áttétet adni egy csontba, vagy valamilyen más szervbe, hiszen a biológiában egy nagyon, de nagyon észszerű rend uralkodik. Nos, röviden, tömören itt erről a képről csak annyit, hogy ismerjük meg azokat a konfliktusokat, azokat a félelmeket, amelyek képesek befolyásolni a mi normális, mondjam azt, hogy kiegyensúlyozott működésünket. Ezekből az alapot a megélhetéshez való félelem adja. Mi kell a megélhetéshez, mi kell alapvetően a túléléshez? Hát kell ugye a táplálék, ezt mindenki tudja. Nyilván. És még? Szükséges a folyadék, hogy kell víz, mert víz nélkül nincs élet, és mi kell még hozzá? Levegő. És kell hozzá levegő. Ez a három legfontosabb, nyilván még fény meg hang is kell hozzá, és ezeket a falat konfliktusokat mind az agytörzs irányítja. Tehát azok a relék, amelyek a levegő, a víz vagy a falat megszerzéséhez szükségesek, ezt az agytörzs irányítja. Az tápcsatornát látjuk itten ábrázolva, nyilván, hogy a falathoz nem csak a falat elkapása tartozik, hanem annak lenyelése, továbbítása, megemésztése, felszívódása és kiürítése. Gyakorlatilag a falat útja, a falat útja, ez mind ide tartozik. Tehát ha én nem tudok megszabadulni egy kakitól, vagy ahogy magyarul szoktuk mondani, egy szarérzéstől, az nyilvánvaló, hogy a tápcsatorna megfelelő részén fog sejtszaporulatot okozni, pontosan azért, hogy tudjak megszabadulni tőle, hiszen a fokozott nyáktermelés segíti a székletnek a kicsúszását. Ne feledjük el, hogy minden, amit megeszünk és amitől megszabadulunk, azt mind benyálazzuk. A középső csíralemezből származó sejtek oldják meg számunkra a támadás, gondozás, bemocskoltság és az önleértékeléssel kapcsolatos konfliktusainkat. A kisagy vezérli, itt látjuk alól, azokat a konfliktusokat, amelyek támadás, bemocskoltság és gondozási konfliktusokat okoznak nekünk. A gondozási konfliktus alatt azt értjük, hogy nagyon aggódunk valakiért, egy szeretett élő lényért, és nem a fizetésünkért. És az aggódás lesz az, tehát ami a mellnek a tejtermelő mirigyeit felszaporítja. Nos, a bemocskoltság, a támadási konfliktus viszont az írharétekben fog becsapódni, nyilván ez a mi védőburkunk, az írha, és itt is sejtszaporulatot fogunk elkövetni a megoldás érdekében, illetve a hashártya, mellhártya és szívburok esetén is mindig először sejtszaporulatot indítunk a cél érdekében, amit amikor lebontunk, nyilván gyulladásos tünetek között fog megtörténni. A következő agyi képlet, itt az a kifliszerű, narancssárga színnel jelzett agyi képlet, fehér állománynak nevezett. Az önleértékelés megélésekor a mozgással kapcsolatos szöveteinkre fognak hatni. Az önleértékelés az önpusztítás, tehát a mozgáshoz kötött szöveteinkben indítjuk el a szövet szétszedést, sorvasztást. És ugye a csont, az izület, az izom, az izmokat ellátó erek, valamint a kötőszövet, zsírszövet tartozik ide. Önleértékelés, önpusztítás, és a legsúlyosabb önleértékelés mindig a csontunkat fogja érinteni. Az izmok is ide tartoznak, tehát a végbél záróizomzata is ide tartozik, és természetesen, hogy ez is érintett lesz egy bizonyos típusú önleértékelésben, amire majd még kitérek. Az agykéreg, piros színnel jelölve, ugye, azokat a sejteket irányítja, amelyek az ektodermából, a külső csíralemezből származnak, és milyen érdekes, hogy a külső csíralemezből származó sejtek borítják a külsőnket, vagyis a testünknek a felszínét. Ezért jelölte Hamer doktor piros színnel ezt a babát. Ez az elválasztási konfliktusokra utal, hiszen ha el akarok választódni valakitől, vagy nagyon nem szeretnék elszakadni valakitől, az mind a kettő a külső bőrön indítja el a programot. Az agykéreg a birtok konfliktusokat is, az akaratlagos mozgásokat és az érzékszerveknek a működését is irányítja. A harmadik biológiai természettörvényben Hamer doktor most már konkrétan kijelenti, hogy a konfliktus aktív fázisban a szervezetünk vagy sejteket épít, vagy sejteket sorvaszt, vagy működést változtat. De ha ezt megtette a konfliktus aktív fázisban, akkor a megoldási szakaszban ezeknek a fordítottja fog megtörténni, vagyis ha építettünk a konfliktus aktív szakaszban itt le fogjuk bontani a felesleges sejteket. Ha bontottunk, akkor itt vissza fogjuk építeni a sejtjeinket, és ha a működést leblokkoltuk a konfliktus aktív szakaszban, akkor a megoldásban a működést helyre fogjuk állítani. Ez teljesen egyszerű és logikus, hiszen sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek. És akármit nézzünk a medicinában, akármilyen történetet, vagy a sejtekkel, vagy a működéssel kapcsolatban történik valami. A negyedik biológiai természettörvényben Hamer doktor utal arra, hogy a bennünk élő mikroorganizmusok azok, amelyek segítenek megoldani a programot. Vagyis a felesleges sejteknek a lebontását a megoldási szakaszban a gombák és a TBC baktériumok fogják elvégezni. A hiányzó sejtek visszaépítését viszont baktériumok és vírusok fogják megtenni. És ezek tehát azok a mikroorganizmusok, akikkel mi együtt élünk már évmilliók óta. És különbséget kell tenni tehát a velünk szimbiózisban élő mikroorganizmusok, és a külső környezetnek, mondjam azt, az ártalmai között, hiszen vannak már előállított, mesterségesen előállított olyan mikroorganizmusok, amelyek ellen a biológiánk jelenleg teljesen védtelen. A külső ártalmak alatt a mesterségesen előállított dolgokra gondoltál? Igen. Igen, hát úgy is hívjuk őket, hogy biológiai fegyverek. Az ötödik természettörvény pedig felteszi a koronát Hamer doktornak a munkásságára, hiszen nem némi üzemzavarról van itt szó, vagy nem a szervezetnek az értelmetlen működéséről van szó, hisz mindennek az értelme a túlélés és a faj fenntartása. Ezt láthatjuk, ha kinézünk az ablakon a természetben, pláne most tavasszal, és minden, ami él, az élni szeretne, és fenntartani az életet, vagyis erről, ezért szól a túlélésről és a faj fenntartásról. Tehát az, amit mi betegségeknek neveztünk, és itt Hamer doktor idézőjelbe is teszi, az mindegy értelmes biológiai különprogram. Az nem értelmes, hogy benne ragadunk a konfliktusba. Az nem értelmes, hogy nem tudunk megbocsátani esteire magunknak, vagy másnak, aki úgymond minket megbántott. Az nem értelmes, hogy nem tudunk jelen lenni a pillanatban, és olyan dolgokkal foglalkozunk, amelyek már rég elmúltak. Na ez az, ami nem értelmes. A biológiának mindig értelmes válasza van arra, amit mi vele közlünk, csak kérdés, hogy mit közlünk vele. Még mindig azt az érzést, amit 5 éve vagy 10 éve megtapasztaltunk? Na ez a kérdés. És ha azt a bizonyos érzést megoldjuk, akkor természetesen lezáródik az eddig krónikusnak, rossz indulatúnak, vagy bárminek nevezett betegség. A Germán Gyógytudomány alapot ad a megértéshez, hiszen rámutat arra, hogy nem azoktól a dolgoktól függ egy betegségnek a kialakulása, amitről a jelenlegi medicina ír. Nem a nemtől, a kortól, az etnikai hovatartozástól függ, se a családi állapottól, se nem attól, hogy mennyire vagyok elhízva, vagy nem. Vagy hogy mennyit tornázok, vagy nem tornázok. Vagy az országom éppen aktuális gazdasági fejlettségétől sem függ. Attól sem függ. Ugye Réka említette a bevezetőben, hogy mennyi 30 féle... Több tucat program, több tucat olyan kockázati tényezőt írtak rá, amiben még én viccesen olvastam azt, hogy az időjárási körülmények is befolyásolják. Persze, a frontok is befolyásolják, persze. A frontok hogyan befolyásolják? Ha sinen maradtam, tehát ha nekem éppen egy, egy esős időszakban történt az a bizonyos érzelmi megrázkódtatásom, ami történt, innentől minden ilyen borús, esős, szutykos idő be fogja hozni a biológiai programomat, amíg meg nem oldom. De ha megoldottam, utána már esett az eső, és süthet a nap, nem érintenek a frontok sem. Ezzel oldom fel a sínyeimet, ha ezzel megoldom? Igen, akkor a sínnek eltűnnek, ezért kell érzelmileg megoldani. Viszont a betegség attól függ, hogy hány programot futtatok, hogy mennyi van benne megoldott, meg nem oldott szakaszban, hogy valójában hány filmet nézek, vagyis hány konfliktust halmoztam én fel az eddigi életemben, és ezeknek a halmozása viszont már befolyásolja a személyiségünket, sőt meghatározza a viselkedésünket is. Na hát ezek már azért messzebb mutató dolgok, és kiderül, hogy még a pszichés megélések, illetve megváltozott viselkedések mögött is egy értelmes biológiai különprogram áll. A Germán Gyógytudományban tehát, ha feloldjuk, feltárjuk az okokat és valóban meg is oldjuk, akkor gyakorlatilag meggyógyulunk. Ehhez semmit nem kell bevenni, semmit nem kell magunkra kenni, természetesen a fájdalmakat, a tüneteket lehet és kell csillapítani, de nem morfiummal. Nem kábítófájdalomcsillapítóval, mert az, amint mutattam, levisz a legmélyebb vagotóniába és megáll a szívünk. A germángyógytudomány valóban tudomány, mert reprodukálható, előrejelezhető, hogy mi fog történni. Ha én meg tudom határozni a beteggel, hogy mikor történt a konfliktusa, most éppen hol tart, azt is meghatározható, hogy mikorra lesz vége, és milyen tünetekre számíthat. Innentől akkor itt nem éri váratlanul az, hogy teszem azt, lesz egy végbélvérzése. És ez el fog tartani egy-két napot. Már nem éli meg magányosan, és nem gyűjt be egy csomó folyadékot oda, ahova nem kell. Nem kellenek statisztikákat csinálni, és itt akkor nem az állatkísérletek fogják eldönteni, hogy milyen gyógyszereket fogunk erre szedni, hanem egyszerűen csak rajtunk függ. Emberek, csak rajtunk függ. Hát azt gondolom, hogy arra, hogy a statisztikai háttér feltárásával kezdtem, és utána gyorsan le is lőtted ezeket, hogy nem függ a kortól, a hőmérséklettől, minden a sínek és a konfliktusok bűvkörében zajlik. Azt hiszem, hogy már senki nem vágyik statisztikai kimutatásra, főleg azért, mert ezek tévesek, pontatlanok, illetve olyan tág határokat szabnak, amelyek nem az oki kezeléssel, nem az okokkal. Nem az okokkal foglalkozik. Mondjam úgy, hogy a statisztika a sínekkel foglalkozik. Tehát mindenki más és más körülmény közt él meg egy-egy konfliktust, és akkor ezek szerint ide bármi bekerülhet. De egy lényeges dolog, még egyszer kihangsúlyozom, hogy érzelmileg kell megoldani azt, ami érzelmileg érintett meg engem, vagy lehet tovább szenvedni okosan. Ezt mindenki maga döntse el, hogy mit szeretne. A végbél biológiai programjainál is mind a három csiralemeznél van némi megemlíteni valónk. Nyilvánvaló, hogy az endodermális sejtek szaporodása abban segít, hogy megszabadítson minket a kakitól. Vagyis attól a virtuális kakitól érzéstől, ami bennünk van. Ugye az érzés az, ami elindítja a programot. És ameddig én magyarul szarul érzem magam, addig arra késztetem az endodermából, a belső csiralemezből származó sejtjeimet, amelyek a végbél szintjén vannak, hogy folyamatosan szaporodjanak, hogy segítsenek megszabadítani engem a kakitól. Nyilván a legszorosabb ügy vezet ide. A mezodermális program is van itt, kérem, mert ugye mondtam, hogy a záróizom az mezodermális. Kell tudni, hogy van egy külső, meg egy belső záróizom, de ezt mindjárt képpen is fogom mutatni. Az ektodermális, a laphám-nyálkahártya szaporulata, az pedig az identitás konfliktusról fog szólni, és ott tisztázzuk, hogy ez mit jelent. De mindezek előtt megemlíteném a fisztula vagy sipoly kérdését, mert ugye vannak olyan történetek, amikor nem a végbélnyílásban, hanem a végbélnyílás mellett van valami olyan terület, ami nedvezik, ami kellemetlen, ami fáj, ami gyulladásban van, hol kiújul, hol nem, próbálják ezt műteni, de nem sikerül megoldani, vagy még nagyobb probléma lesz a műtét után. Szóval mi is ez a sipoly, és honnan származik? Hamer doktor rámutatott arra, ebben a rajzában látható, a tőle jobbra látható képen a tengeri anemóna, ugye, itt láthatjuk, ezt az internetről hoztam ezt a fotót, bal oldalon pedig látjuk Hamer doktornak a rajzát, ami arról szól, hogy élet a vízben alakult ki, és ennek az ősi lénynek itt láthatjuk középen a szájnyílását, épp úgy, mint a tengeri anemónának is itt látható egy szájnyílása. Tehát ennek az a lényege, ennek a tengeri élőlénynek, hogy ugyanazon a nyíláson jut be a táplálék, látjuk jobb oldalt bejut a táplálék, végigmegy, és bal oldalt pedig kijut belőle a kaki. Tehát ebben a szakaszban még a pajzsmirigynek két kivezető csöve volt, és annak az volt a szerepe, hogy a jobboldali kivezető csövön érkező hormon segítse azokat a szerveket, amelyek a jobboldali nyílás jobboldalán segítették a tápláléknek az elkapását, a baloldalon pedig a baloldali cső segítette a tápláléknak, vagyis a székletnek a kiürítését. És amikor megtörténik az egésznek, ennek a gyűrűnek a felszakadása, és ezt mutatom itt a következő képen, amikor itt megtörténik a gyűrűnek a felszakadása, akkor azt láthatjuk, hogy a bélkivezető rész egésze, ugye a végbél, a hüvely, a ményak, a hólyag, a húgyutak, azok kültakaróval lesznek ellátva. Tehát a végbélnyílásnál a sárga laphám, a sárga hámszövet mellett látunk egy ilyen 12 cm mélyen egy piros színnel jelzett hámréteget, és mint mondtam, nem csak a végbélnyílásban, hanem a hüvely, ményak, sőt, húgyhólyag és húgyutakra is kiterjed. A gerinc felé veszi át ennek az egésznek az irányítását. Ugyanakkor az ősszájból, abból kialakul a szájüreg, a garat, nyelőcső, és a laphám lekúszik ebben egészen a gyomor kisgörbületeig, de még a patkóbélnek a bulbuszát, a kitágult részét is beborítja, valamint az epe és hasnyálmirigy kivezető csövekbe is lekúszik. És ez viszont ősszáj-nyálkahártya séma szerint fog működni, mint laphám. A két kivezető csőből tehát az egyik fent marad a nyaknál, a másik viszont eljön a végbél mellé, és mindig baloldalt. Tehát az egyik kivezető cső a nyaknál lesz, a másik meg a végbél mellé kerül, mert a szakadás, itt a baloldalt láthatjuk, a szaggatott vonalnak megfelelően történik meg. És ezért kerül a végbél sipoly mindig a végbélnyílástól bal oldalra. Az endoderma, tehát a belső csiralemez azt a feladatot tölti be, hogy megoldja a falatkonfliktust, és mint mondtam, a központ az az agytörzsben van. Itt mindig először sejtet építünk, és a lebontás, a megoldásban pedig a felesleges sejteket le fogjuk bontani. Itt vannak szekréciós sejtek, amelyeknek a túlszaporodása adenokarcinomának nevezett szövettani elváltozást fog okozni, akik segítenek a lebontásban, azok a gombák. Nos, itt láthatjuk Hamer doktornak a tápcsatornát ábrázoló képét a három csíralemez szerint, és itt még láthatjuk a patkóbélnek a bulbusát, vagyis ezt a piros színnel jelzett laphámból származó borítást, és láthatjuk a végbélnek is azt a piros színnel jelzett részét, ami szintén ugye a laphámból származó bevándorlott, betakart területet jelenti. Vagyis ebből az következik, hogy a végbélben van egy sárga, vagyis endodermális belső csíralemezből származó hengerhám, és erre rájön a kültakaróból bekúszott laphám. A két hám teljesen fordítva működik. A sárga színnel jelzett hengerhám konfliktus aktív szakaszban szaporodik, és a megoldásban lebontjuk a felesleges sejteket, a laphám pedig pont fordítva működik. Az agyirelé, az az agytörzsön belül itt látható, és van a végbél, szigmabél, és egészen a következő, ugye, az pedig már a végbél nyálkahártya szigeteknek a hengerhámszövettel bélelt része. Ezek a szigetek megtalálhatók természetesen a trigónumban, a hólyagnak a háromszögű területén, ahogy a három csőnek a találkozásánál. A három cső által közvet körbe rajzolt területen, kijelölt területen, és természetesen még megtalálható a trigónum mellett a pénisznek a mirigyes fitymájában is. Hamer doktor ezen a képen is igazolja, hogy a jobb oldalt találhatók azok a központok, amelyek a falat elkapását, továbbítását biztosítják, majd bal oldalt azok a központok, amelyek a sziklet kiürítését végzik számunkra. Itt nem beszélünk jobb és balkezességről, csak a jobb oldalt bemegy, bal oldalt kijön a falat. De hát a gyűrű felszakadás miatt a bal oldal itt most már a végbélről szól. A végbélnek tehát azok a sejtjei, amelyek a belső csiralemezből származnak, azt fogják megoldani számunkra konfliktus aktív szakaszban a túlszaporodásukkal, hogy megpróbálnak megszabadítani minket a kakitól. Ahogy Hamer doktor is írja, egy szar vagy szaros ügytől, konfliktustól, mert ugye az agyunk nem tesz különbséget valóság, álom és illúzió között. Mik lehetnek ezek a legszarosabb ügyek? Mert a kevésbé szaros ügyek a szigmában vagy a vastagbél magasabb szakaszán fognak szövetszaporulatot indítani. De a legszarosabb ügyek, amit megélhetünk, amitől annál rosszabbul már nem érezhetnénk magunkat, na az fogja mindig a végbél nyálkahártyájának ezt az endodermális részét felszaporítani. Te ezzel arra célzol, hogy minél közelebb van a végbélhez a maga ez a sejtszaporulat, annál ocsmányabb, annál aljasabb, annál pocsékabb történetről van szó. Annál pocsékabb történetről van szó. Hát van jó néhány történetünk, és természetesen neveket nem említünk, csak történeteket említünk. Egy igazgató ugye maximálisan megbízik a titkárnőjében. És kiderül egy idő után, hogy az olvasatlanul aláírt papírok között olyat is aláírt, amivel a titkárnőnek hát bizonyos ingatlanokat átruházott. És nem is tudott róla, csak amikor megtudta ettől, hát iszonyúan szarul érezte magát, hogy ennyire becsapták. Vagy egy párkapcsolati konfliktus is végződhet úgy, hogy hát kéretlen dolgokat vágunk egymás fejéhez. Hát így van, a kéretlen dolgok mögött és azért vannak olyan történetek, amelyek nagyon ocsmányak, nagyon aljasok, nagyon megrázó történetek. Egy fiatalember történetét mesélem el, aki több barátnőt is tartott egyszerre. Hát nyilván a hivatalosan elismert barátnő megtudta a második partner, vagy a kapcsolatban így harmadikként beforakodott hölgy létezését, és kiírta ennek a fiatalembernek a tükrére a rúzsával, hogy szar alak vagy. Ez volt a legmegdöbbentőbb történet, hiszen ez a kapcsolat amúgy a fiatalember számára egészen fontos volt, és mindent megtett ennek a hölgynek, viszont egy óvatlan pillanatban, egy vita során derült ki ez a harmadik fél, aki rövid ideig volt jelen ebben a kapcsolatban, ám mégis ez a szar alak vagy történet megtörtént. Hány olyan helyzet van, amiben mi nagyon szarul érezzük magunkat, és mondjuk is, hogy vagy szarul. Azokat, szarul, de büszkén. Igen, ezek, nyilván ezekben nincsen DHS, mert ahhoz azért szükséges, hogy egy drámai történet legyen, tehát ne felejtkezzünk el arról, hogy egy valós konfliktust keresünk, nem egy élethelyzetet, vagy egy megfogalmazást, de minden ilyen félig viccesen kiejtett mondat mögött ott van maga a konfliktus is. Gondolkodjunk el azon, hogy mennyi mindentől érezzük magunkat ilyen nagyon rosszul, amikor nagyon aljas dolgokat történnek velünk. Gondolok itt egy munkahely elvesztésére, igen, egy párkapcsolat tönkremenetére, bármilyen olyan helyzetre, ami ocsmány, aljas, pocsék ügy, ami egy szaros konfliktus. Igen, az ember egy nagy csalódást megélhet úgy is, hogy átvertek engem, hülyét csináltak belőlem, és akkor meg lesz az arcidegbénulás, de megélheti azzal, hogy nagyon szarul érzi magát tőle. De megélheti a kettőt egyszerre is akár? Akár, mind a heti joga van hozzá. Természetesen joga van hozzá. Na most a megoldásban ugye jönnek a gyulladásos tünetek. Kezdetben nincsen semmi tünet. Minél nagyobb lesz a tumor, ugye annál vékonyabb lesz a széklet. De ha elkezdem megoldani, akkor lebontjuk, hát gombák és baktériumok segítségével ezt a sejttöbletet, ami hát egy ilyen gennyes, réves, fájdalmas és nagyon kellemetlen tünetet fog okozni. Sokszor csak egy duzzanat alakul ki első lépésben, és hát a sebész megnyitja és azt mondja, hogy ez egy aranyér volt. Nem kérem szépen, hogyha abból genny, büdös genny távozott nagy mennyiségben, abból a bizonyos csomagból, akkor az már egy olyan konfliktus volt, egy olyan szarügy, ami már a megoldási fázisban benne volt jócskán. A megoldás kellős közepén jön az epileptoid krízis, ami az izmok összehúzódását, görcsberándulását jelenti, és ez szintén egy nagyon kellemetlen érzéssel fog járni, mégpedig azért, mert ebben a helyzetben hát a székletürítés még nehezebb lesz. Az új mezodermális programokhoz semmi más nem tartozik, mint a záróizomnak a programja, mert ugye az izomzat az új mezodermából származik. Említetted is, hogy egy speciális önleértékelés hat erre a zónára. Erről van szó? Igen, egy speciális önleértékelés, és itt ebben a képben láthatjuk keresztmetszetben, ugye, a keresztmetszetben elvágok egy gyűrűt, akkor fogom látni a metszésnek a vonalát. De itt van egy belső és van egy külső záróizom. A belső záróizom az sima izomzatot jelent, a külső záróizom az pedig haráncsikolt izomzatot jelent. A haráncsikolt izomzatra hatunk mi akaratlagosan. Tehát amikor székelési ingerem jön, és hát nincsenek meg a körülmények, hogy ez megtörténjen, akkor ezre az izomzatra hatva tudom késletetni a széklet kiürülését. Mert tehát erre én akaratlagosan tudok hatni. De a biológiában a terület, ugye a megélhetési terület egy fontos dolog, és ennek a kijelölését a vadállatok nem kerítésekkel és dróthárokkal szokták megoldani, hanem körbejelölik a határnak a szélét ugye vizelettel, a közepét pedig széklettel jelölik meg. Tehát a területen közepének a kijelölése széklettel történik. De ha én képtelen vagyok kijelölni a területen közepét, akkor természetesen a haráncsikolt záróizom sorvadni fog. Ha megoldom a konfliktust, viszont ez visszaépül és erősebb lesz, mint volt, viszont a közepén lesz egy igen erős izomgörcs, ami természetesen csak átmeneti jellegű. Tehát ezt a történetet azért emeltem ide ki, mert ugye amikor bekerül valaki a kórházba, egy nap múlva pelenkát tesznek alá, mert bepisil a néni. Miért pisil be? Azért, mert képtelen kijelölni a területének a szélét, mert mindenhez hozzápiszkálnak, ami az övé, és ezt szeretné megoldani, de képtelen megoldani, mert ágyhoz kötött beteg. Aztán egy idő után már semmit nem tud kijelölni, már elvesztette a kijelölésnek a, lehetőségét, és akkor jön a széklet inkontinencia is. De ezen is lehetne segíteni, hogyha természetes a beteg hazakerül, milyen érdekes, hogy sokan már meg tudnak szabadulni a pelenkától. Nem székletinkontinenciával kezdődik a történet, mindig előbb vizeletinkontinenciával kezdődik. Természetesen székletinkontinencia akkor is meg fog történni, hogyha sebészileg átvágják ezt a gyűrűt, és utána képtelen leszek ezt az izmomat már összehúzni. De az akkor egy sebészeti beavatkozás, és nem egy másik történet. A birtokzónák agyi térképét látjuk itt sokadjára, mert már ugye több helyen is ezt bemutattuk, és itt látjuk baloldalt a nőies birtokzónáknál az identitás konfliktusnak nevezett területet, illetve relét, itt baloldalon, és ez az a relé, agykérgi központ, ami a végbél laphámjára, kültakaróból származó laphámjára hat, de mi is ez az identitás konfliktus? Az identitás konfliktus, ez egy tipikus nőiesen megélt konfliktus. Gondoljunk csak arra, hogy mennyi életterületen nem tudjuk, hogy kik is vagyunk mi valójában, kihez tartozunk. Gondoljunk csak az életünk a kezdeti szakaszában, amikor férjhez megyünk. Ez egy óriási kérdés, döntés, hogy kihez tartozunk. Még a családunkhoz, anyunak, apunak fogadjunk szót, vagy merjünk kiállni a társunk mellett, kihez tartozunk, kinek a véleménye a mérvadó, ki is vagyok én valójában. És itt utalnék arra a szokásunkra is, hogy felvesszük a férjünk nevét. Ez egy fantasztikus történet, és mindenkit buzdítok arra, hogy az egységet azt próbálják megélni a kapcsolatukban, de nagyon sokszor teljesen eltűnik a női identitásunk. Még a férjünk keresztnevét is felvesszük, Károlyné, Ferencné, és így tovább. Gyakorlatilag nem is tudjuk, hogy kik is vagyunk valójában. Érdekes, amikor mondjuk egy kapcsolat zártonyra fut, és vállásra kerül a sor. Hány nő megőrzi a férje, a volt, most már volt férje családnevét, keresztnevét? Ez számomra is azt jelenti, hogy kell valamilyen identitást adnom magamnak, mert pont azt sem tudom, hogy pontosan most ki is vagyok valójában. Identitás konfliktus az is, amikor nem tudom, kire hallgassak, a férjemet próbáljam egy kicsit visszafogni, vagy a fiamnak adjak igazat, vagy a férjemnek. Gondoljunk csak ezekre a konfliktusokra, amelyek az apák és fiúk között, vagy apák és lányok között, ugye ne csak a fiúkat említsük. A két generáció közötti nézeteltérés, hát egy anyai szív az próbálja a gyerekét mindig óvni, védeni, minden konfliktustól megvédeni, viszont vannak olyan helyzetek, amikor pontosan a férj és a gyerek közé szorul a hölgy, mint villámhárító és ütközési zóna, ez is egy identitás konfliktus. Identitás konfliktus maga a gyerekvállalás, hogy most legyen, ne legyen, hogy legyen, mint legyen, akarok-e ettől a férfitől gyereket, vagy sem. Egy komoly identitás konfliktussá válhat, például egy karrierelvű hölgynél, hogy akkor most mi legyen? Most a karriert válasszam, vagy a családot, a gyereket, a fakanalat. Általában nagyon kisarkítjuk ezeket a helyzeteket. Pedig nem ennyire sarkosokat. Abszolút nem. Meg lehet hozni azért azt az összhangot, hogy mindkét helyen. Nyilván, ha az arany középútról beszélnék, akkor nem lennének konfliktusok sem karrierek. Tehát pontosan a sarkalatos helyzetek miatt, az extrém módon megélt helyzetek okoznak bennünk konfliktust. Ezek extrém módon sokáig benne maradunk, és indul az értelmes biológiai külön program. Nyilván, ha lelki békénk meg lenne, akkor a Germán Gyógytudományról nem is kellene túl sokat beszélnünk. De ha itt vagyunk a birtokzónáknál, akkor azt láthatjuk, hogy ezzel a központtal szemben a túloldalon láthatjuk a birtok bosszankodás kapcsolatos relét. Na most abban az esetben, ha valaki azt se tudja, hogy hova tartozik, és van egy birtok bosszankodása is, akkor a sínek fogják eldönteni, hogy milyen lesz a viselkedése. Mert ha épp az identitás konfliktus kerül sínre, az azt jelenti, hogy a baloldali birtokzóna lezár, és megnyilvánul a jobb oldalon, a férfias birtokzónában a birtokbosszankodás, ez viszont egy agresszív viselkedést fog behozni következményként. Azt se felejtsük el, hogyha a birtokféltés mindkét reléje érintett, mondom mind a kettő, mind az izom, mind a nyálkahártya relé, és ezzel együtt élek meg egy identitás konfliktust, akkor viszont azt más légzést fog a dolog okozni, természetesen akkor, ha az identitás konfliktuson kerül sínre. Viszont van egy olyan történet is, amikor az izomzat nem kerül, csak a nyálkahártya kerül, mondjam úgy, hogy konfliktus helyzetbe, és ebben az esetben nem asztmás légzés lesz a következmény, hanem mitomán és mitodepresszív viselkedés. És mi az, hogy mitomán és mitodepresszív? A mitomán az azt jelenti, hogy mániás, vagyis mint látjuk, a bal oldalon lezár, az identitás konfliktus kerül sínre, ezért a mániás viselkedés fog megnyilvánulni, és ez az ember az, aki rengeteget beszél, akinek nem lehet a szavába vágni, mert egyfolytában, ahogy megjelenik, mondja a dolgát. Ezek lesznek a mindenféle, hát mondjam azt, hogy prédikátorok, újságírók, riporterek és a többi, ahol a beszélőjükre van szükség. Milyen érdekes az, hogy még mindig a végbél környékén járunk, és megemlíted azt, hogy mitomániás, tehát egy logoreás emberről beszélünk. A magyar népi nyelv egyszerűen fogalmazza meg, és most cenzúramentesen ki is fogom mondani, hogy szófosó ember. Igen. És hogyha belegondolunk, hogy már ebben a szóban benne van az, hogy ez a környékéhez tartozó konfliktus, ez egy fantasztikus dolog, és nem tudok csak szerelmes lenni a magyar nyelvbe, mert konkrétan, célirányosan elmondja, hogy ez hova kötődik. Nevén nevezi a történetet. Ez a főnévnek a lényege, hogy nevén nevezze a dolgokat. Na most ez az egész mondjuk átbillen a túloldalra, vagyis a birtok féltés konfliktusa lesz az illetőnek sínen, akkor is beszélni fog, csak éppenséggel magában. Belső monológra gondolsz? Ez igen, így magában is. Nézd rád, és azt látod, hogy közben nincs is ottan, ilyen bambán tekint előre, és még lehet, hogy még mozog is a szája, meg gesztikulál hozzá. Látszik rajta, hogy ő valójában most valamit magyaráz, csak éppenséggel senki nem hallja. Nos, tehát a konfliktus aktív szakasz, itt ugye, mert ott tartunk, hogy végbélnek a programja, amint Réka az előzőkben elmondta, megéltük az identitás konfliktust, tehát sorvasztjuk a laphámot, és mivel ez laphám program szerint működik, ezért itt nincs semmilyen tünetünk. Viszont a megoldáskor jönnek a gyulladásos tünetek, az igen nagy fájdalom és a vérzés. És az a probléma, ha ebbe az egészbe beteszem a magányosságot. Nos, akkor a duzzanat sokszorosára fog növekedni, nehezíteni fogja a székletnek a kiürítését, és nyilván a fájdalom már maga egy félelmet fog okozni a székletürítéstől, ami a fájdalom és a félelem vajon mit fog csinálni az izmokkal, hát fokozza a tónusát. Ez a tónus az epileptoid krízisben lesz a legnagyobb, ezt hívjuk tenezmusnak, vagy végbélgörcsnek. Hát ilyenkor azt úgy szokták mondani, ugye a vizsgázónak, hogy zapszemet se lehet a fenekébe bedugni, mert olyan feszültségben, olyan szorongásban van. És akkor ne felejtsük el, hogy a szorongás a szorítást okoz, és a szorongó ember ezért nem fog normálisan székletet üríteni. Ez megint székletürítési zavarhoz fog vezetni. Hadd megyek megint egy kicsit közbevágva ebben a pillanatban, és bocsánatot kérek, hogyha megint csak egy népi kifejezést használok, de azt hiszem, hogy ebben a témában nem lehet cipíteni és púderezni. Erre a szorult állapotra azt is mondjuk, hogy szorulásom van. Így van. Vagy beléje szorult a kaki. Na, a megoldás második része, elenged végre ez a szorító érzés, még mindig tartanak a gyulladásos tünetek, de az egész történet, ha kijut a végére, akkor tökéletesen megoldódik. Tehát ez lenne az az egyszerű történet, amit mi ennyire el tudunk bonyolítani, de pontosan azért, mert nem az okokkal foglalkozunk, hanem a következményeket próbáljuk elsikálni. És persze, hogy jók a gyulladás csökkentő kúpok, ezzel jók azok a székletlazító teák, amelyeket a népi gyógyászattól, a természetgyógyászaton át ismerünk. Szükséges a rostdús étkezés ahhoz, hogy a széklet ne tudjon beszáradni, mert ha rosttal van teli a székletanyag, ugye, akkor az megköti a vizet, és puha marad a széklet. De ne feledjük, hogy az aranyerünket nem a kemény széklet okozta, mert kisúrolta a nyálkahártyánkat, hanem az okozta, hogy valójában volt egy olyan megélésünk, amikor bizonytalanak voltunk, nem tudtunk döntést hozni, azt se tudtam, kire hallgassak, vagy egyáltalán milyen döntést hozzak. Tehát a biológiánk nem szereti a döntés képtelenséget. Igenis segíteni akar nekünk abban, hogy hozzunk egy döntést. Jelöljük ki a területünk közepét, vagyis a döntésünket, adjunk nyomatékot, mondjam így, a döntésünknek, és akkor azt jelenti, hogy a túlélésünk biztosítva lesz. A bizonytalan embernek a túlélése is bizonytalan, tehát ebből érthető, hogy a biológiának miért van ilyen reakciója erre az érzésre. Szeretném felhívni a kedves hallgató figyelmét arra, hogy egy olyan témáról beszélünk, ami azért nem egy szokványos esemény, hiszen magáról a végbérről, az ürítésről, a székelésről, a széklet minőségéről, alakjáról, esetleg a WC-n megélt fájdalmakról nem szoktunk beszélni. Yeah. Nagyon sokszor pontosan ez a tabu téma az, ami megakadályoz bennünket abban, hogy beszéljünk erről. Szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét arra, hogy igenis nevén kell nevezni a dolgokat. Igenis kell arról beszélnünk, hogy mit érzünk, hogyan értünk meg egy eseményt, és nem vagyunk ezzel kevésbé udvariasak, vagy kevésbé tisztelettudóak, ha nevén nevezzük azt, hogy ez most szarul esett. Igen. A legfontosabb az lenne, hogy próbáljuk meg mindig a határainkat tudni és ismerni. Jelöljük ki igenis a közepét. Én úgy szeretem, ha engem hívnak, hogy... Nagyon sokszor a női identitásban már a saját magam megnevezése is egy nagy probléma. Kaptam egy keresztnevet, amit én nem szeretek. És mindenki azon szólít, és ahányszor meghallom, már síkhideg vagyok tőle. Ezért ennél fogva már egy feszült állapotban hallgatom végig a másikat. Ez meghatványozza annak a lehetőségét, hogy a mondani valójában találjak valami olyat, ami drámai, ami konfliktust hordoz, ami teljesíti a DHS kritériumait. Nagyon fontos lenne azt is tudni, hogy mit keresünk ebben a területben. Hol vagyok én ebben a házban? Mert ha nem tudom kijelölni sem a határaimat, sem azt a helyet, ahol én nőként jól érezhetem magam, vagy férfiként megtalálom a helyem közepét, mondjuk nincs az egész lakásban egy nyugodt sarok, ahova félre tudok vonulni, 2 órát dolgozni. És az íróasztalomon mindig valaki rendet csinál. Az is egy ilyen történet, amikor már nincsenek határaim, teljesen... elvesztettem azt a biztos pontot, ahová el tudok vonulni. És ez a biztos pont zömében a férfiak esetében a fürdőszoba, a WC. És milyen érdekes, hogy idős emberek, mondjam azt, hogy öregségükre csinálnak a kertben egy kerti WC-t. Igen. Mert oda szeretnek kimenni, mert ott legalább békén hagyják. Volt ilyen történet, ez is egy megtörtént eset, és mindenki mondta, hogy ne csináld, öreg vagy, miért kell neked kinti vécé, stb. Szerencsétlen ember csak szeretett volna egy helyet, ahol békén hagyják. És mivel nem építhette meg, mert mindenki lebeszélte róla, bele is halt. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy a vécézés, a széken és sűrítés folyamata, az mennyire nyugodt. Természetesen nem az egy-másfél órát tartó vécézést tartom helyesnek, meg közben tabletezek, meg keresztrejtvényt fejtek, vagy odavonulok be olvasni. Néhányan ebből sportot is űznek. Viszont abban a helyzetben, amikor valaki bemegy a vécére, akkor engedjük meg neki, hogy ott nyugodtan végezze el a dolgát. Nagyon sok család pontosan ezeket a helyzeteket használja ki, és még ott sem hagyják, hogy kijelölje végre a területét a megfelelő helyen. Megzavarják. Megzavarják ebben. Hát ez a teljes területkijelölés konfliktus, hogy még vécézni sem tudok. Igen. Aztán fontos azt is megemlítenem, hogy a különböző programok lezajlása során jelentkező tünetek, beszéltél a temezmusról, az izomgörcsről, a vékonyabb székletről, a vérző, esetleg gernyes székletről. Ezek az események, ezek mindig egy nagyon magányosan elszigetelten, egyedül megélt helyzetek. Ideális esetben a WC-ben egyedül ül az ember. Igen, tehát maga a WC környezet, a WC csészé, a fürdőszoba is lehet egy sín. Igen, és már félek bemenni. És ha begyűjtöm a folyadékot a gyógyuló területre, nyilván ez a tüneteket nagymértékben fölfokozza, és ez a folyadék nem csak a gyógyuló területen, hanem az agyi központban is begyülemlik. Tehát nagyon oda kéne figyeljünk egymásra, megbeszélni a dolgokat, ma este is mindenki úgy feküdjön le, hogy ne legyen bosszúság, harag a lelkében, bocsásson meg önmagának, és bocsásson meg mindenki másnak, aki állítólag valami rosszat követett el vele.